és uraim, kedves nézőink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Derűlátók negyedik adását. Mivel a Lokálpatrióta Egyesület, a szadai lokálpatrióták szervezték immár negyedik alkalommal a Derűlátókat, úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen egy lokálpatriótát meg kell hívni a műsorba. Eddig sikeresen megtörtént ez, ezután is így lesz, majd legalábbis az a reménységünk, hogy ha majd összefolytatjuk a műsort, akkor is így lesz, mint ahogy ma este is. Úgyhogy tartalmas időtöltést és derűs estet kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a mostani lokálpatriótánkat, mégpedig Vibók Ildi, rajzolgató, biológust, és a többi címét majd később mondom el. Fogadják szeretettel és tapssal. Tehát érkezik Vibók Ildi. Kezét csókolom. Isten hozott. Csókolom. Parancsoljon, foglaljon helyet. Fordítok egyet, mert ebbe már én belekóstoltam, hogyha mégis megszomlanznám. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Azért elmondhatom, hogy nem volt nehéz egyeztetni, mert már volt itt a műsoron. Igaz, kedves Ildi? Igen. Emlékeztetne bennünket, hogy melyik műsoron? A legutóbbi műsoron voltam itt, ahol a Topolánszky művész úr és a Sasvári művész úr léptek föl. Igen, megfelelt, kitűnő, ugye? Kitűnő, aki emlékszik, akkor nem vizsgáztatni akartam, kedves Ildi, és ne vegye. Nagyon finom sütemény is volt. Ne vegye rossz névem. Hát, ön fogalmazott így, hogy rajzolgató biológus, no, de ennek a hátterét azért föl kellene villantani, mert azt tudom önről, én már csak, mint volt Debrecen, én már mindenféleképpen tudom, hiszen ön a KLT-be is járt, már mint a Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemre, ott mit hallgatott, és aztán, hogy innen folytassuk majd. Ott biológus lettem, mert hogy egész életemben biológusnak készültem. Van egy nővérem, aki biológus szeretett volna lenni, és mindig hordoznia kellett magával, mert sokkal kisebb vagyok, és vigyázni kellett rám, és biológia szakkörre járt, mert biológusnak készült, azután fizikus lett, de én meg beleszerettem a biológiába. És a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen végeztem, ott kétféle szakirány van, az orvosi és ipari mikrobiológia, illetve akkor, ez már nagyon régen volt, 20 éve, és a másik pedig az ökológia, és én az orvosi és ipari biotechnológus, mikrobiológus képzést végeztem el. Aztán ilyen nagy lépésekbe azért menjünk tovább egy kicsit. Génmanipuláció. Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor utána Gödöllőn a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetbe kezdtem el dolgozni. Ott ismertem meg a férjemet is. Ott ilyen szövegspecifikus expressziós vektorok tervezésével és csinálásával foglalkoztunk egy darabig. Azután pedig már nem. De a biológiát nem hagytam abba azért olyan szinten. Azután jöttek a gyerekek, Sári és Balú, és akkor utána pedig történt valami az életünkben, ami miatt mind a ketten abba hagytuk. A férjem is biológus, ő vírusokkal foglalkozott, és aztán mind a ketten abba hagytuk azt az életet, és választottunk egy más életet. Annyit muszáj vagyok elárulni a kedves jelenlévőknek, és természetesen a kedves televízió nézőknek is, remélem, hogy meg is tudjuk mutatni majd, ugyanis a kedves Péter, az ön kedves férje itt van körünkben, de a szerénysége tiltja, hogy ő szerepeljen itt ma este a műsorban, de mindenféleképpen azért az arcát adja ehhez a mostani beszélgetéshez. Tiszteletel és szeretettel köszöntünk, kedves Péter, mi már letegeződtünk, Isten hozott téged is, és hát remélem, hogy most elfogadod azt, hogy én most faggatom a feleséget, és hát bizony még néha kényes témákra is rátérünk, mint házasság, gyerekvállalás, stb. Hát aztán kinek lesz ez kényes? Lehet, hogy a műsorvezetőnek. Még nem tudom. No, tény az viszont, hogy elmondta ön, kedves Ildi, hogy hát volt egy igazi változás. Mert mindenféleképpen, ha már lokálpatriótaként köszöntjük, akkor muszáj ráterelni a szót arra, hogy hát akkor hogyan lettek lokálpatrióták, mióta lokálpatrióták itt Szadán. Én már tudok valamit, mert hogy egyszer meghívtak beszélgetésre, de nem akarom előre elkotyogni. Gödöllőn laktunk, a harmadik emeleten, és én falusi gyerek vagyok, a férjem is falusi gyerek, és aztán egy idő után a férjem már nagyon szeretett volna, ő szeretett volna előbb kisgyerekeket. Én meg, mint biológus mondtam, hogy én fogságban a harmadikon nem szaporodom, mert nem gondoltam azt, hogy egy kisgyereknek jó a harmadikon, és akkor elkezdtünk telkeket nézni.
és az egyik kedves barátunk mondta, hogy nézzünk körül Szadá, mert Szada gyönyörű, úgyhogy megnéztünk itt két telket, a másodikba beleszerettünk. A férjem nem nagyon szokta mondani azt, hogy kell vagy akarom, de arra a telekre mondta, hogy ezt tényleg meg kellene szerezni, és ez 2000-ben volt. És 2001-ben építettük föl a házikunkat, és akkor ott lakunk most 2001 óta a dombtetőn, a mi kis faházikunkban. A gyerekeim hívják így, hogy a mi kis faházikunkban. És érzékeltem egyébként, hogy tényleg jól is érzik magukat ebben az otthonban. Kitűnően érzik magukat. Igen, én is ott, az első benyomásom az volt, hogy otthonos. Ez a maga, szabad ilyen kifejezést mondom, maga kis kuszaságával, de igazán otthonos. Majdnem azt mondom, hogy hát egy gondom van, nekem is itt van a feleségem. És ezt hangosan mondom, akkor ez egy nyílt felhívás arra, hogy szeretnék néha egy pici kis kuszaságot. Igen. Hogy nem mindig csak úgy érre állítva a dolgok, de jó lenne ez a kis szabadság. No, de hát ez baj csak meghallja valaki, aki mindig ebben majd mondom, tevékenyked. Ha belül rend van, kívül nem számít, hogy mi van. Aha, ez viszont fontos gondolat. Még egy dolgot, ez viszont már ugye muszáj vagyok idézni, mert hogy talán Facebookon vagy interneten láttam én, például önnek a férfiakkal való megnyilatkozását olvastam, ha igaz, ez öné, vagy átvette valaki, de nem tudom, hogy a férfi az humoros, agressziótól mentes, ugye? És már a nézésével levesz a lábamról. És tényleg saját megfogalmazása volt? Én azt hittem, hogy átvette valaki. Nem, ezt én értem, és úgy fejeződött be a mondat, hogy az uram. Pá. Hát igen, az uram. Na, itt van, amikor belép a hiteles újságírás. Nem lehet elhallgatni a lényeget. Nem lehet elhallgatni főleg a végét. Hát ez megint egy újabb tanulság. És egyetlen egy dolgot még azért szeretnék ezzel kapcsolatban azért elmondani, hogy itt láttunk már itt, hol vannak a képek? Itt volt, láttam képeket valahova eldugva. Melyik? Hát én erre lennék kíváncsi. Ja, erről mondjon nekem valami, hozott egy képet, a kollégák majd valószínűleg utólag, vagy nem tudom melyik kamerának mutassam. Jó neked is? Igen? Hát erről mondjon valamit. Ezt a képet ezt azért hoztam be, mert ez volt az első kép, amit rajzoltam. Én ugyanis nem nagyon rajzoltam, soha az édesanyám festőművész, és ilyenkor az szokott lenni általában, hogy az ember vagy rögtön elkezd rajzolni, festeni, vagy mondjuk színész gyerekeknél szokták mondani, hogy színész lesz a palánt, és vagy homlok egyenest soha. Tehát én nem rajzoltam, és aztán már otthon voltam a kisgyerekekkel Gyesen vagy Geden, és Sári legózott, meg Balú is, és volt ott egy firkapapír, fölemeltem és lerajzoltam. És aztán ki is került a firkapapírok közé, és hazajött a férjem aznap este, és mondta, ez mi? És akkor mondtam, hát Sárit lefirkáltam, és akkor mondta a férjem, hogy te tudsz rajzolni. És akkor innen kezdtem el rajzolni, először csak arcokat, meg portrékat, és utána meg a munkásképeket. Színek, ha jól emlékszem, vonalak, és foltok. Ez volt a legutóbbi kiállításának a címe. Több mint egy hónapig tartott itt, ugye, Szadán, igen, úgy emlékszem, de már áprilisban már vége volt. Abból van itt egy alkotás, vagy nincs? Az egész falat ki. Az egész fal. Dekorált. Akkor kérem szépen, minden bizony a nagy melegre való tekintettel lesz néhány perc szünetünk. Kérem, használják ki az időt, tehát Libó Gildi alkotását láthatják majd. És gyakorlatilag kiállítások tömkelege volt előtte, utána, vagy hogy állt ez össze? Nem igazán, én csak otthon rajzoltam, és nem nagyon járok sehova. És aztán egyszer az itteni faluháznak az egyik eszmei vezetője, Bea, ő meglátta nálam a képeket, szólt a másik vezetőnek, a Juhán Zsókának, és akkor Zsóka azt mondta, hogy ha én szeretném, akkor ők nagyon szívesen szerveznek nekem egy kiállítást, és hát én nagyon szerettem volna. Úgyhogy igazából az, hogy ez itt megjelent a falon, ez abszolút a két faluház tündérnek, ha szabad így mondanom, köszönhető, és hát azóta nagyon jó, én talán mondhatom, hogy nagyon jó barátságba is keveredtem velük, úgyhogy összejárunk, beszélgetünk mindenféle érdekes dolgokról, ugyanis ők azt megtették, ami nekem nagyon tetszett, és az itteni szadai iskola, hogy az általános iskolának az osztályait, ez a kiállítás az a másik teremben volt, és végig volt minden fal munkásképekkel, és az előtér is. És ők az általános iskolának a
tanulóit, osztályonként lehozták és megnézhették ezeket a képeket, és olyan szerencsés vagyok, hogy ki van téve ilyenkor mindig egy kiállítási könyv, hogy mit szólnak hozzá a nézők, és amiket a gyerekek beleírtak, azok nagyon megerősítettek abban, amit én már régebben is gondoltam, hogy a gyerekek kreativitását néha erősen megszabdaljuk. És hogy az nem lenne jó, mert azok, hogy igenis milyen öröm, hogy lehet egy macska zöld-fehér csíkos, vagy lehet valakinek kék haja. Ha hogy ne lehetne egy macska zöld-fehér csíkos, vagy hogy ne lehetne valakinek kék haja. És hogy ezt a gyerekek így átérezték belőle, annak nagyon örültem. Meg annak is, hogy ezt így beszélgettük a Zsókával is, hogy lehet, hogy nehezebb elvinni, tehát könnyebb így elvinni a gyerekeket mondjuk a képek szeretetének irányába, hogy ilyen képekkel kezdenek, és akkor később mennek már egészen komoly művek felé, talán így közelebb hozzuk a képzőművészetet hozzájuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban vannak még ilyen terveink a Zsókával, és talán remélem, hogy az iskolával is, csak sajnos nem sikerült elérnem az iskolát, úgyhogy erről most többet nem mondhatok, még amíg őket meg nem kérdezzük. Meg a gyerekek bevonásával, mert tényleg nagyon érdekes, ahogy a gyerekek hozzáállnak a képekhez, hogyha egy kicsit más, mint amit megszoktak. Egyébként sokkal elfogadóbbak, én azt tapasztaltam, mint a felnőttek. Hanem, hogy természetes, és tapasztaljuk is. Egyébként, ha jól jegyeztem meg a gondolatát, hogy a kreativitásra a gyermeket nem lehet nevelni, igen. De elnyomni bennük, azt igen. Igen, el lehet venni. Ez sajnos nagyon valóságos dolog, ugye? Igen, meg az is, tehát sokan összekeverik a rajzolást, mert a rajzolás, és ez nem én mondtam, hanem nálam okosabbak is, nyilván, az nem ábrázolás, hanem egy kifejezési mód. És ami a gyerek lelkében van, és úgy fejeződik ki, azt hát személyes tapasztalatom, hogy volt már ilyen, hogy áthúzták, hogy ezt pedig nem így kell csinálni, azt nem semmisítjük meg így. Mert a gyerekek sokkal többek, mint mi valaha is lehetünk még, tehát sokkal, sokkal nagyobb bennük a lehetőség. Úgyhogy szerintem a képek valahol itt is, vagy erre is jók, hogy felfigyeljünk a gyerek lelkére. Ja. Akkor mindenki elfogadja ezek után, ugye, hogy igenis lehet lába a bárányfelhőnek. Igen, a bárányfelhőnek pedig lába van. De igen, ez szeretném, hogyha lenne egy ilyen könyvünk, amiben vannak mókás képek, és az lenne a címe, hogy a bárányfelhőnek lába van, mert egy konkrét eset az volt, hogy a képet sajnos áthúzták, mert a bárányfelhőnek nincs lába. De lába van való. Fontos tényező, nem tudom, hogy milyen képet tudunk még megmutatni, de azért az fontos hozzátenni szerintem. Ha nem lenne itt Péter, akkor is ezt mondanám, hogy viszont például a valamennyi keretet, azt hiszem ő készít, ugye? Igen, a kereteket azokat ő csinálja borogi fenyőből, a férjem, és mindegyik külön a képhez készült. Tehát kész van a kép, akkor utána megkapja a keretet, és utána ahhoz festjük a képi. Ez fordítva nem lehet, ugye? Nem csináltuk még fordítva. Nem? Tehát vannak úgy, hogy kész keretek. Ja, a kerethez tessék már dolgozni. Megrendelésre kérem szépen, tessék. Vannak kész keretek, de a festéket, tehát a színét, a keret az mindig a kép után nyeri el. Világos. Elég egyértelmű. És akkor hoztunk még valamit, ami megmutatható? Igen. Mert akkor én már is fölpattanok és igyekszem valamit megmutatni. Az első, az ez. Ezt tavaly karácsonykor csináltam ezt a képet. Azért, mert nagyon szerettem volna, hogyha egy Betlehembe költözik a mi otthonunkba, de sajnos a keramikusoknál nem találtam. Tehát valahogy nem volt akkora Betlehem választék, hanem sem ekkora. És olyat meg nem szerettem volna behozni, ami ilyen, hát az csúnya, hogyha azt mondom, hogy kínai. Tehát, hogy ilyen kicsit lélektelen dolog, és akkor rajzoltam egy Betlehemet. És tavasszal volt egy másik kiállításom, ami az édesanyám által szerveződött, mert egy közös kiállításunk volt Gyöngyösen, és ezt a képet ezt nem állítottam ki ott, viszont volt egy csomó színes fotó a képeimről, és azt a kiállítást azt meglátogatta a Gyöngyösi Művelődési Háznak, a Gyöngyöknek az igazgatónője, és annyira megtetszett neki a kép, hogy fölkért, hogy november és december között egy ilyen egy hónapos kiállítást, 36 darab bibliai tárgyú képpel, ahogy én látom, azzal csináljunk meg. Úgyhogy most bibliai tárgyú képeket rajzolok, és szoktam föltenni a portálokra. És nagyon jó, mert egyébként nagyon jól el lehet vele beszélgetni emberekről. Nyilván nálam más Judit és Holofernes esete, mint mondjuk a... És az időzítés is érdekes akkor, mert hogy az év végéig akkor tart, és pont a ünnepkörben, és akkor látható lesz Gyöngyösen. És akkor még van egy harmadik alkotásunk, amit meg tudunk mutatni? Igen, hoztam még egy harmadik képet. Ezt pedig azért hoztam,
Mert mi tényleg egy kicsit másképp élünk, tehát volt egy esemény az életünkben, ami miatt gyakorlatilag visszavonultunk a külső világtól, és nálunk nincs videókamera, fényképezőgépünk az van, és fotózzuk is a gyerekeket, de nincs videókameránk, hanem a velünk történt események egy részét, azt mesekönyvbe szoktam a gyerekeknek megírni, és vagy elkezdtem a múltkoriban illusztrálgatni őket, így megrajzolgatni, és ez az egyik az első mesekönyvnek, amit illusztráltam, de még csak ilyen kinyomtatott formában van meg. Aha. Ennek a borítója az pont ez. A mesekönyv, ez igazából egy sorozat, és a lányomat Sibinek hívjuk, de Sára a neve, és Sibi meséi címet kapta, mert a lányom olyan, mintha a lányom mesélni el. Úgy gondolom, a kislányok egy kicsit lefcsesebbek talán, mint a fiúk, és mintha a lányom mesélni el azokat a történetek, amik velünk történnek, és akkor nálunk ez marad meg a felnőtt korukra, és nem videófilmek. Akkor ne csak beszéljünk arról, hogy miket mesélnek el a lányok, a gyerekek, hogy Sári vagy Siri. Sibi. Ja, ugyanis, hát ugye most már bevallhatom, tehát tettem rá a célzást. Meghívtak kedves Ildi és a kedves Péter, hogy ha már beszélgetünk itt ma este, akkor azért ismerkedjünk meg, és hát meghívtak az otthonukba, és mondtam, hogy milyen pozitív tapasztalatokat szereztem. Hát mit mondjak, negatívot is. Én nem vagyok egy félős gyerek, de hogyha én ekkora pókokat látok, és amíg eszembe jut a fiam, hogy annak még továbbra is még mindig fóbiája van az ilyen állatoktól, és a többi állatot nem is sorolom, mert én azt hiszem úgy vezettem föl a múltkori ajánlóban ezt a beszélgetést, hogy egzotikus állatokat is tenyésztenek. Hát ebbe a körbe mi tartozik bele, tessék kedves mondani? Vannak kígyóink, pókok, igazából a fő profil. De a cég mögött nincs ilyesmi, hogy kígyó. Jó, megnyugodtunk valamennyien. És a barátnőm még engedi, hogy a gyerekei nálam aludjanak, tehát olyan nagy probléma. Ó, akkor nincs gáz. Vannak pókjaink, rengeteg hüllünk, tehát agámák, gekkók, szkink, siklók, óriás kígyó, aztán kaméleonok, ami nagyon mókásak. Most hirtelen több lehet, hogy nem jut az eszembe. Igen, hűl a levegő, igen, hűl a levegő. Igen. Viszont most egy felkonferálást kérnék szépen. Sári művésznőt kérném szépen felkonferálni. Sárival szeretném elmondatni, azt is megírtam egy történetbe, hogy hogy kerültek hozzánk a pókok, ugyanis én nem, azért, hogy laborbiológus voltam, attól még én nem nagyon féltem az állatoktól, és az édesanyám tudja, hogy hordtam haza rengeteget kisgyerekkoromban. Az egyetlen állat, amiről tartottam, az a pók volt, és nagyon óvatosan fogalmazok, hogy tartottam. És igazából azt is megírtam egy történetbe, hogy kerültek hozzánk a pókok, vagyis egy történet elejébe, és akkor most azt szeretném, hogyha a lányom, aki volt olyan kedves, hogy elvállalta, azt felolvasná azt a részt. Szeretettel várjuk, hogy add elő ezt a kis mesét. Sibi meséi, most arról mesélek, mikor gólyacsőrnek otthon találtunk részlet. Sári vagyok, de mindenki csak Sibinek hív. És Domtetől lakom a mi kis faházikunkba. A papit csak úgy hívja, Noé bárkája, és ezzel mindenki mosolyog, kivéve a papit. Ő komolyan gondolja, mert nem csak mi lakunk itt, hanem egy csomó állat is. Ami szerint túl sok, papi szerint néhány, szerintem meg öcsi szerint még tuti befér néhány. Szerencsére papi meg mami eléggé feledékenyek lesznek, ha meglátnak egy beteg vagy gazdátlan állatkát, így nem jut eszükbe, hogy kicsi házunk, és mindig találnak egy kis szabad helyet. Így lett három kutyánk, néhány farkatlan agámánk, verépfiókánk, egy ideges szkinkünk, van, aki csak meggyógyulni marad, van, aki örökre beköltözik. De azt már megtanultuk, hogy ugyan mi nagyon szeretünk itt lakni, akadnak állatok, akiknek máshol kell otthon találnunk. Mi szüleink nagyon értenek az állatokhoz. Ez a foglalkozásuk. Apa madárpókokat tenyészt, a mami hozta az elsőt. A mami a hüllőket szereti, és az egész világon csak a pókoktól félt, csak hogy nem szeret félni. Így gondolt egyet, és hozott öcsinek egy pókot. Otto volt a neve, de nem illett hozzá, ezért elneveztük Szörpamacsnak. Aztán persze kiderült, hogy kislány. Ez szerintem külön jó, és elég rendes kis pók, mert egyáltalán nem bánja, hogy fiú neve van. Hoppá. Szörpamacs nagyon cuki állat. Mikor hozzánk került, mami csak nézte egy darabig,
Aztán egy hét múlva beállított még 17 pókkal. Azt mondta, sürgősen el kellett hozni őket, mert a gazdájuk rájuk unt, és mindegyet értettünk abban, hogy ez nagy szerencse, már a papik hümögött egy kicsit a bajsza alatt. Aztán egész délután azzal telt, hogy öcsivel megfelelő neveket találjunk az új pókoknak, papi meg megfelelő helyet. Nekünk sokkal többet kellett törnünk a fejünket, mert 17 különböző nevet kitalálni sokkal bonyolultabb, mint 17 ugyanolyan póklakást csinálni. Papi mégis sokkal később végzett. Annyira beleérte magát, hogy azóta is pókokat tenyészt. Külön házat is épített nekik, de már ott sem férnek el. Maminak meg azóta semmi nem maradt, amitől félhetne. Bravo, köszönjük szépen! Parancsolj, foglalj helyet, visszaadjuk egy kicsit a közönségnek neked. Ezt pedig kérném szépen egyelőre kivenni, de még majd használni fogjuk. Ugyanis, hát nem tudom, hogy honnan pontosan, de talán Sydney külvárosából, de lehet, hogy sokkal közelebbről, de annyit megtudtam a következő kis állatkáról, hogy Ausztrál Agána? Agána. A gáma. A gáma. A gáma. A gáma, mondom én. Annyira ismerem ezt a világot, hogy kétszer-háromszor kell elmondani, csak megjegyzem. Ne is beszéljünk róla, hanem fiatal embert, mégpedig Balut megkérjük, hogy szerepeljen itt a mikrofon. Te most tudod mit? Te csak az agámával törődj, meg velem is egy kicsit, és én kellő távolságból gyere ide, mesélj erről az állatkáról, és mutasd be őt, és mondj nagyon szép dolgokat. Akkor kaptuk, amikor én a pirítós romjaival elvágtam a kis ujjamat. Mit csináltál te? Elvágtam a kis ujjamat. Hát hogy? Hát, hogy szeretem szét a pirítós, mert már el volt romolva, és akkor meg egy dróttal meg elvágtam az ujjamat. Mesélj erről az állatkáról valamit. Ezt Ausztráliából kaptuk, és ez szakállas a gáma. Szakállas? Nem látom. Tehát most meg van borotválkozva, nem? Vagy csak egyszerűen most nem látszik a szakálla, vagy? Ő egy lány. Jó, bocsánat. Igen, lány, akinek ilyen szakálla van. Igen? Aztán mesélj még. És ezt Ausztráliából kaptuk, és akkor meg ezt... Balú, mi a neve? Mi? Mi a neve? Hát persze. És a férjé? Rangó. Ezt még egyszer, azt hiszem nem mindenki hallotta, tehát neki a neve, és van is férje is, tehát még egyszer a két nevet. Babszem és Rangó. Babszem és Rangó, csodálatos páros, nem? És most hol van a drága párja neki? Otthon. Nem fél, egyedül, nem magányos, tud róla, hogy kirándultatok? Vagy ilyenkor megbeszélik, hogy egyébként tényleg hiányoznak egymásnak? Rangó harap, mint a varrógépőt, nem akartok ide. Aha. Na, mondtam én, hogy azért... Semmi csúnyát nem mondtam, és nem merek. Nem. Inkább te beszélj. Mit kell mi róla tudni? Mit neked mi a feladatod, amikor rád bízzák, hogy most akkor gondozd őt, hogy kell naponta gondozni, vagy mit kell csinálni, meg etetni? Naponta kétszer, úgy, mint a teknősöket. És még? És még azt kell tudni róla, hogy ez nőstény is, hogyha belászik a bigyóban, ahova tojásokat rak, akkor majd utána át kell nézni, mert hogyha benne maradnak a tojások, már volt olyan, hogy ez kitölt 24 tojást, de mindegyiket a fűtőtestre, és akkor abból egy se kellett ki. Ugye nem nagy titkot árult el? Nem. Akkor jó. És ő a kedvenced, vagy van még kedvenc állatod, akit most mit tudom, udvariasságból, vagy éppen, hogy irántunk való tiszteletből, hogy ne nagyon remegjünk itt, nem hoztál el? Van. Miért? Például? Egyet még legalább, elmenj is meg. Teknős. Ja, hát igen, hát előbb már figyeltünk, már mondtad ezt. Hát kedves Balú, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad, és mutasd meg még egy kicsit a kamerának is. Nem tudom mennyit, nem fogod elengedni, ugye? Jó, köszönöm. Akkor én is megszabadultam, letettem a mikrofont. Balúnak egy tapsot, meg a kedves vendégünknek. Igen, azt elfelejtettem, hogy van még teknőcük, meg vannak ördögsáskáik, és más ilyen bocsáskáik, és óriás csigáik is. Mert nálunk az van, hogy a gyerekek kapnak állatokat, mert szerintem az nagyon jó, hogy a gyerekek tanulnak egy kis felelősséget, tehát nincs az, hogy
én szeretném ezt az állatot, de utána nem adok enni. Tehát ez úgy működik, hogy kinéznek maguknak egy kis állatot, akkor van egy dolguk, hogy utána nézzenek, hogy ezt az állatot hogy kell egyáltalán kezelni. Nálunk, ezt szabad itt mondani a tévében, hogy nálunk nincs televízió. Szabad mondani, helyette állatok vannak, és aztán meg kell keresnünk a helyet, ahol az házba elfér, az a legnehezebb, és utána pedig van egy ilyen, hogyha valaki nem kezeli a kis állatkáját, akkor azt az állatot bizony elajándékozzuk, mert a maminak meg apának van éppen elég állat, de most állat még nem került nálunk így ajándékozásra, de olyan szinten szeretik az állatokat. Sári a 10. születésnapjára atlaszlepke petéket kért és kapott, tehát és ki is kettő kelt ki belőlük, Colgate 1 és Colgate 2. És egyébként nagyon sokat lehet ilyenkor tanulni, ez most jutott eszembe teljesen a gyerekektől, ugyanis kérdeztem az apjukat, amikor ezt az atlaszlepke pete csodát megvettük, hogy jó dolog egy gyereknek olyan állatot adni. Az atlaszlepke, Attacus atlasz, az a világ legnagyobb lepkéje, és, vagy legalábbis földbolygónk legnagyobb lepkéje. És kérdeztem az apjuktól, hogy jó dolog-e olyan állatot ajándékozni egy kisgyereknek, amelyik 5 napot él. És akkor erre Sári, aki 10 éves volt, megszólalt mellettem és közölte, mert hogy 5 nap a kifejlett állat élete, akkor már nem is eszik, és mondta, hogy mami, ez az állat, ez akkor is él, amikor pete, amikor hernyó, és akkor álltam és mondtam, hogy igen, ez az, amikor a gyerek kenterbe veri az anyját, és akkor megkapta a petéket. Ja, és ezért is születtek olyan alkotások, amit úgy nevezünk összefoglaló néven, hogy babavároknak, ja. Sok-sok alkotása Ildinek. Viszont ha már ne hazudtoljam meg magam, ha már szerint lelkeket említettem, ez már azt hiszem itt az elmúlt bő fél órából kiderült, de hogy ebből egy nagyon kellemes produkció is legyen, egy záró produkció, erre megint megkérem akkor Balut és Sárit, pontosabban fordítva Sárit és Balut, közös produkció következik, mégpedig mesélnek nekünk, nem is akármilyen mesét, nem is akárhogyan. Egy mikrofonba, tessék! Ez az a mese, ugye? Parancsolja, ez a te példányod. Tartsam már a mikrofont, és kényelmesebben vagytok-e, vagy meg tudjátok oldani egymásnak, amiket felváltunk, elmondjátok. Parancsoljatok a közönség felé, az működik, az biztos, úgyhogy várjuk a produkciót és a nagyon érdekes mesét. Sibi meséi. Sári vagyok, de mindenki csak Sibinek hív. S olyan majdnem a földig él. Persze csak álmomba. Na, álmomba soha nem fésülködöm. Sajat sem mosok. Hajam csak úgy magától gyönyörű, és govanc egy darab sincs benne. Mikor ébren vagyok, akkor is hosszú a hajam. Ugyan nem ér a földig, de ráülni azért rá tudok, szóval pont elég a hosszú ahhoz, hogy jó govancos legyen. Engem nem zavarnak a govancok, de mamit nagyon, és ez nem könnyíti meg az életem, mert a mami minden reggel megfésül, sajnos este is. Régebben nem értettem, miért olyan fontos ez neki, de most már tudom, a bogmanók miatt. Bogmanók akkor költöztek be hozzánk, amikor a mami elutazott. Egy egész hétre el kellett mennie, és én már előre cidriztem, mi ez, ha csak hármasban leszünk a papival, meg öcsivel, mert nálunk a mami tud mindent. Ha valamit megkérdezünk papitól, például, hogy eltünk-e még a tortából, hogy nézhetünk-e még egy mesét, vagy hogy befesthetjük-e kékre a kezünket egészen a könyökünkig, a papi mindig azt válaszolja, kérdezzétek meg a mamit. Mami pontosan tudja, megfájdul a hasunk a plusz sütitől, hogy zizik leszünk el a második mesétől, hogy által festék a bőrünknek. Szóval komolyan aggódtam, hogy mami nélkül működünk-e, és bátran állíthatom, működünk. Az ebéd ugyan soha nem délben volt, mert egész nap rágicsáltunk valamit. Öcsi széke oda ragadt a padlóhoz, mert beletolta a lecsurgott lekvárba. Pizsi helyett bugyiban is trikó banalhattunk, és kétszer is sikerült elbricelnünk a fogmosást. De ez egy percig sem jelentett gondot. Mert papi is ügyelt, hogy csupa egészséges dolgot rágcsáljunk egész nap, mert oldalról is fel lehet mászni egy székre, fölösleges folyton kihúzgálni, mert bugyiban és trikóban pont olyan szépet lehet álmodni, mint pizsiben. És egy fogam sem lyukadt ki, öcsinek se. Lelenőriztik a tükörben rögtön, azután nem mostuk meg őket. Nem is értem, miért csinál ezekből a dolgokból a mami akkora ügyet. Míg a mami nem volt itthon, papi szabadságot vett ki, hogy tudjon ránk koncentrálni, meg a házi munkára. Apa nagyon jó fej, és vele olyanokat lehet játszani, amit ha mami itthon van, soha. A 6. napra már akkor a halom piszkos ruha gyűlt össze a fürdőszobában, hogy a fürdőkás széléről
ugráltunk bele, papa is. Egyszer ugyan megpróbálta kimosni őket, és mi segítettünk is szétválogatni a dolgokat, csináltunk piros, kék, zöld, fekete, meg fehér kupacot, de sajnos a mi kedvenc zöld pulcsia nagyon kicsi lett, mikor kivettük a mosógépből. Azt hiszem, épp jó lesz rám. Papa nagyon meg volt szeppenve, én megmondtam, hogy szerintem nem kellene többet mostunk, mert ugye nekem lehet, hogy lesz egy csomó új ruhám, de a maminak esetleg egy sem marad. És a fiúk is egyetértettek, és megegyeztünk abban is, hogy a házi munka bonyolultabb, mint gondoltuk. A legjobb, ha megvárjuk vele a mamit. Egyébként is van annyi tiszta ruhánk, hogy kihúzzuk vele a hétvégéig. Alaposan leellenőriztük. Így viszont rengeteg szabadidőnk maradt játszani, reggeltől estig, mert papival minden játék. Vele nem autóval megyünk bevásárolni, hanem gyalog, és viszünk hátizsákot, meg Matyi kutyát pórázom. És nyomolvasunk, és felderítjük a terepet, és összegyűjtjük az út közben a gyönyörű köveket, és papi zsebében elfér mind. Vele a pudingot homoksüti formába öntjük, és így vacsorára van helikopter, hajó, kisautó és delfinpuding, és csokis epres is karamellás. Vele szívószállal ihatjuk a teát talpas pohárból, amit amúgy csak a felnőttek használhatnak, és citromkarikát tűz a pohár szélére. Vele nem kell elrakni este a ruhákat, nem a játékokat, mert másnap reggel úgyis elő kellene szedni őket, és ez rengeteget elrabol az ember drága idejéből. És gyönyörűséges meséket olvas este, és soha nem fárad el, és ez nagyon kell, mert este mindig elszomorodunk, mert mami olyankor felhív telefonon, és ha csak a hangját hallom, annyira elkezd hiányozni, hogy majdnem sírok, és arra gondolok, talán jobb lett volna, ha fel sem hív. De mikor lerakjuk a telefont, elővesszük a naptárt, és annak örülünk, hogy megint egy nappal kevesebb van, addig, míg a mami végre hazaér, mert bármennyire is jó nekünk hármunknak együtt, már nagyon-nagyon várjuk őt. Aztán eljött végre a nap, mikor megérkezett a mami. Kicsit izgultunk, mi szól majd, mert nem volt akkora rend, mint amikor itthon van. De a papi azt mondta, ebből is láthatja a mami, vannak dolgok, amihez csak őért. Én arra gondoltam, ezután segítek neki, és eltanulom a házi munkát, mert ugye egyszer én is mami leszek, és nem szeretném, ha minden ruhám olyan kicsi lenne a mosógéptől, hogy csak a kislányomra lenne jó. De igazából, mikor a mami belépett, mindnyájan elfejtettünk mindent, és őt sem érdekelte a rumli, csak mi. És ahogy átölelt minket, és szírogatta a buksi fejünket, egyszerre csak beleakadt a keze a hajamba, rámosolygott, és azt mondta, Nolám, még nem voltam itthon, ebbe a fizulába beköltöztek a bogmanók. És akkor jutott eszembe, hogy egész héten elfelejtettünk fésülködni. Sári és Balú, nagyon szépen köszönjük. És Vibó Kildinek is köszönjük, hogy elfáradt közénk. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves televíziónézők! Vendégünk a Derűlátók című műsorban az Európa és világbajnok, olimpiai bronzérmes, Prima Primissima díjas, Erdélyi Madár Zsolt! Műsorban. Hát eddig mi derűsek voltunk a 45 perc alatt, annyit elárulok, hogy nem biztos, hogy továbbiakban így lesz. Hát ez mert, attól függ. Hát mert ennyi kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy kint a folyosón elmondtad, találkoztál kollégákkal, hogy oké, minden rendben van, de ha valaki rosszat szól, és hogyha nincs áldott állapotban, akkor nincs mese, akkor lecsapsz. Jaj. Hát nem, azt gondoltad, hogy te védett állapotban vagy. Igen, azt hittem, hogy kamerák megvédenek. Nem. És nem? Csak az áldott állapotú hölgyek vannak védett állapotban. Értettem, tudomásul vettem, jelentem, ehhez igazodom, jó? Hát akkor így óvatosan megkérdezem kedves vendégünket, hogy szabad-e önt, kedves Erdélyi Madár Zsolt, esetleg szólítanom Mutya Röcsögi úrnak? Hát erre viszont tényleg lehet, hogy berágok. Jaj, rosszul kezdtem, már megint. Hát így műsort elkezdeni, hát ekkora rizikót
veszélyeségi pótlékot kérek szépen most már tényleg. Szóval azért avasd be bennünket, mert ez még Dunakeszi történet, ugye? Ez gyerekkori történet. Igen, ez nem tudom, hogy beszélni. Honnan tudod. De... Hát valahonnan, mert kíváncsi az újságíró, tudod? Valóban úgy van, hogy amikor még, hát nem is tudom, ötödik fél évben költöztem fel Budapestre, Újpalotára. Egyébként egészen addig Dunakeszin laktam. És ugyan Dunakeszi Pest megye, de engem mégis az ottani gyerekek mucsaröcsögeinek becéztek. Pedig nem voltam rossz fiú, csak aztán nyilván valamilyen szinten rossz lettem, mert meg kellett védenem magamat. Úgyhogy nem hagyhattam, hogy mindenki velem packázzon. De azok nehéz időszakok voltak, hiszen én egy Dunakeszin ről egy jó iskolából kerültem ugyan föl, szerintem, de aztán mégis ott a tanulmányi eredményeim rohamosan zuhantak, azáltal, hogy nyilván nem voltak barátságosak velem, sem a gyerekek, sem a tanárok igazán, úgyhogy volt egy kemény két és fél évem az újpalotai iskolában. Ráadásul nem is nagyon vonzoltál semmilyen sportág iránt abban az időszakban, ugye? Nem igazán. Nem? Nem. És vajon miért? Vagy... De a társaság nem fogadod be, vagy valami? Nem azért, hát a családomban igazából nem sportolt senki. Édesapám is dolgozott, édesanyám is, a nővérem 6 évvel idősebb, ő meg inkább a művészi pályát részesítette előnyben. Ő színésznek készült, vagy színészkedett, meg gimnáziumba járt, stb. Tehát ő neki inkább a szürke állományok fejlesztése volt a napirenden. Annyit elállhatok megint csak kulisszatitokként, hogy te nem ültél be a nézőtérre, illendőségben nem akartad megzavarni az első rész beszélgetését. Hát ott bizony itt szóba kerültek pókok, meg különféle egzotikus állatok, és ha jól tudom, akkor te a, milyen pókok? Cselló pókok? Cselőpók. Cselőpók. Hát mi annak idején szongáriai cselőpók. A madárpókhoz hasonlít. Cselőpók. Nem, ezek a cselőpókok, ezek ilyen... A földön lehet látni rengetegszer, hogyha az ember megy mondjuk egy mezőn, hogy ilyen nagyon szabályos lyukak vannak, amiben a cselőpókok laknak. És gyerekkorunkban azzal szórakoztunk, hogy ezeket a pókokat, amik egyébként óriási példányok, tehát körülbelül egy olyan 3-4 centire is megnő, de úgy, hogy a lábát is hozzászámítom, de azért megmondom őszintén, elég ijesztő példányok, de mi azzal szórakoztunk, hogy cérnára olvadt szurkot nyomtunk rá, ilyen vékony kis hengerré alakítottuk, és azzal ingereltük a pókot, belógattuk neki a lyukba, és azzal ingereltük, és a pók előbb-utóbb a csápjait belemélyeztette a szurokba, és beleragadt. És amikor éreztük, hogy jaj, kapás van, akkor szépen kihúztuk a hatalmas pókot. Kegyetlenek. Hát nem voltunk igazából kegyetlenek. Az ismerőseim, a barátaim azok azért inkább kegyetlenek voltak, mert ők összeeresztették ezeket a pókokat, és ezek a pókok aztán élet-halál harcot vívtak. Aha. Ennek én nem voltam soha részesen, valahogy én mindig is sajnáltam az állatokat. Azt mondod, hogy sajnáltad az állatokat, mert jó, leírtad vagy nyilatkoztad valahol, hogy szereted a csirkéket, a kacsákat, kutyád is volt, sőt, teknősöd is volt. No, de hát akkor hogy jöhet olyan, ilyen, nem is tudom milyen módszerhez valaki, hogy elmegy horgászni, kiveszi a halat, vissza is dobtad akkor? Vissza. Ezek, vissza. Tényleg? Én mindig visszaengedem szinte, mindig. Hát ez egy nagyon humán. Kivéve akkor, hogyha édesanyám azt mondja, hogy szeretne halat enni. Tehát, hogyha ő rendelést ad le, akkor én hazaviszem, de viszont arra sem nagyon vagyok képes, hogy én a fejbe vágjam a halat, és ott pusztuljon szerencsétlen, hanem csak akkor tudok hazavinni halat, hogyha van is olyan ember, aki ezt megcsinálja helyettem, mert úgy vagyok vele, hogy én szívesen megfogom a halat. Szerintem ez egy jó kis sport, egy jó kis észjáték, taktikai játék, hogy most milyen damil, hányas horog, milyen szerelés, matchbot, féderbot, milyen vízmérsékben vannak a halak, stb. Tehát itt nagyon sok mindenem múlik az, hogy az ember aznap szerencsése vagy sem, mert azért ehhez nyilván valamilyen szerencse is kell, de a professzionalizmus is meglátszik néha egy-egy barátommal, hogyha elmegyek horgászni. A Nagy Attila például nagyon jó barátom, világbajnok horgász, most egyébként már úszógyártó, de nem is ez a lényeg, elmegyek vele horgászni, és egyszerűen leesik az állam.
Általában én, hogyha elindulok egy horgászversenyen, akkor az első háromban benne vagyok, anélkül, hogy én mondjuk rendszeresen horgásznék. Tehát életemben nem tudom hányszor, de úgy évente, úgy négyszer-ötször adódik úgy alkalmam, hogy egész nap elmegyek és horgászom. Egyébként csak néha bebelógatok. Tehát igazából nagyon tapasztalt nem vagyok etéren, viszont nagyon jó érzékem van is. Elmentem az Attilával néhányszor horgászni, és hihetetlen sokat tanultam tőle a horgászat mesterfogásairól. Hiszen tényleg az is egy igazi művészet. Te nem is gondolná az ember, hogy az milyen hihetetlen módon, milyen apróságokon múlnak azok a tények, hogy most valaki első vagy utolsó. Nem beszélve arról egyébként, hogyha most még a halnál maradunk, nem is nagy halfogyasztó vagy, de azt tudom róla, legalább nyilatkoztat több helyen, hogy a csülkös bableves, meg a kacsasült az aztán mindenek fölött, ha igaz. Volt benne rész egy gyerekkorodban, mert azért tegyük ma hozzá zárójelbe, hogy azért nem voltatok valami fényes életűek, olyan értelemben, hogy a gyerekkorod azért nem mondható könnyűnek. Nem. Nekem annyi szerencsém volt abban, hogy nekünk volt házunk, ahol laktunk, de nem volt fürdőszobánk, volt kint egy pottyantósunk, ahol ki kellett járni, de én nyilván eléggé féltem, hiszen kisgyerek voltam, én nem nagyon szerettem oda kijárni. Voltak is ez miatt problémáim, de most ebben nem akarok belebonyolódni. Tehát nem volt fürdőszobánk, és akkor édesanyám mindig a gázon melegített vizet, és akkor laborban mosdatott meg. Soha nem zavart, soha az életben nem hátráltatott semmiben. Lehet, hogy azért, mert egyrészt egy más világot éltünk, másrészt pedig az, hogy nem igazán láttam azt, hogy másoknak milyen jó. Tehát nem volt összehasonlítási alapom, hogyha azt látom, hogy úristen, másik milyen cipőbe jön iskolába, hogy néz ki, stb. És általában ott a gyerekek úgy mind olyan átlagosak voltak, olyanok, mint én, és igazából tényleg nem dúskáltunk javakban. Az édesanyám, amikor megkapta a havi fizetését, akkor mindig nagy bevásárlás volt, két nagy szatyorral jött haza, és tuti, hogy egy sűrített tejet vett nekem. Nekem a kedvencem gyerekkoromban a sűrített tej volt, 7 forint 30 fillérrel lehetett ez, kapni. Ez már a tubusos volt? Így van. Hát, és azt én úgy szépen kiszipókáztam. Igen, de anyukám kettőt vett, ugye egyet nyilván maguknak a kávéba, egyet meg nekem. Most én az enyémet szépen elfogyasztottam, és akkor láttam, hogy hát rá fanyalottam, de hogy ne legyen feltűnő, ugye? Mind úgy csináltam, hogy... Utána töltöttél, fogadjunk. Nem. Azt hittem. Felfújtam levegővel. Tehát felfújtam levegővel, és akkor ugye a levegő a túlnyomás következtében meg kinyomta nekem a sűrűtettejét, a levegő meg benne maradt, és akkor anyukám látja, hát ez még tele van, aztán amikor jött, hogy a kávéjába akart tenni, megfogja, hoppá, mitől ilyen könnyű ez az egész, hát akkor már alig volt benne csak pár csepp. Hát az áldott gyereknek jól esett, ez a lényeg. De soha nem haragudott rám érte. Biztos, hogy nem. Nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy mennyi engedhető meg, ezt nyilvánvalóan te döntöd el, de én a nehéz gyerekkorra arra is gondoltam, hogy te nyíltan vallottál arról, hogy ugyan jobban voltál édesanyáddal, különösképpen, de édesapáddal is, egészen addig, míg már nem eszméltél arra, hogy hát bizony az édesapád nem éppen olyan életmódot folytat, ami igazán példaértékű lenne a családban. Magyarul azért eléggé piás volt a papa. És ennek érezted már is akkor a hatását? Kimondottan zavart, vagy egyszerűen nem éreztél igazi otthont, mert hiába dédelgetett az édesanyád, vagy nevelt volna? Én édesanyámtól megkaptam minden szeretetet. Az apu az keveset foglalkozott velem, ő 7 nappal lát éve dolgozott, tehát ő hihetetlen mennyiségű melót végzett el. Tényleg volt, hogy 40 fokos lázad is bement dolgozni egyszerűen. Egy hihetetlen erős fizikum ember volt, aki nem csak kívülről, de úgy lelkileg is nagyon erős volt, ugyanakkor sajnos beleesett abba a hibába, hogy elkezdett inni, és sajnos az alkoholizmus az egy betegség, és én megmondom őszintén, sajnáltam is érte. Uh-huh. Édesanyám egy idő után aztán nyilván ezt már nem bírta tovább, nem engedhette meg azt, hogy ilyen helyzet, olyan helyzetek elé állítson minket, mint amelyek elé állított sokszor, és akkor elváltak a szüleim. 9 éves lehettem, és akkor utána volt ez az újpoltai költözés, amikor felköltöztünk Pestre, és akkor utána még az iskolából is jöttek ezek a megaláztatások, tehát akkor éppen nem voltam jó paszban, de
egy mentőmellény érkezett. A mentőmellény pedig maga a sport volt, maga a box, egy teljesen más környezet, egy olyan környezet, ahova ismét szocializálódni kell. Tisztelettel kell lenni az edzők, a versenyzők, a barátok, haverok iránt, alázattal kell lenni a sport iránt, és ezt én mindent ott megtanultam. Mert az, amit édesanyám nem tanított meg, vagy nem tudott megtanítani, azt én megtanultam a környezetemből, ugye egy teljesen más környezetből, ahova belecsöppentem, és ez tulajdonképpen egy mentőmellény volt akkori életemben, mert nem is tudom, hogy hova kallódtam volna el. Nyilván én azért anyukámtól egy nagyon jó neveltetést kaptam, tehát én úgy érzem, én szeretetben nőttem fel, a család az mindenek előtt, és ez a mai napig is mindenek előtt a család van. És végül is én egy jó gyerek voltam, azon kívül, hogy az iskolában azért kellett néha blusztolni azért, hogyha engem mucsörőcsögeinek neveztek. Aztán miután elmentem bunyózni, utána már nem volt olyan nagy probléma, mert akkor már tudták, hogy mi a helyzet. A legerősebb fiú, az osztály legerősebb fiúja mindig kekeckedett velem. Én már egy ideje boxoltam, egy vagy két éve már boxoltam, vagy nem, hát egy éve boxoltam már is. Az volt a mániánk, hogy lenn a téren bandázunk, és a legextrémebb hülyeségeket csináltuk, hogy a hintából kiugorva átrepültünk a korláton, a korlátról beugortunk a hintába, beugrottunk a hintába, soha ilyen hülyeségeket csináltunk, és hát úgy ő ott volt ő is általában, és már azt vártam, hogy na most mikor köt belém, ha még egyszer belém köt, akkor kap egy sallert. És eljött az idő, a srác belém kötött, és akkor mondtam, akkor elég bátran léptem föl határozottan, és meg akart ütni. Én meg elhajoltam. Puff, behúztam neki egyet, elesett. Fölpattant, elkezdett rúgkapálni, de én csak szépen kitértem a rúgások elől, és akkor elerett az orravére, és akkor... Na jó, hagyjuk abba. És onnantól kezdve már nem nagyon molesztáltak. Másik, hogy éppen említetted, hogy milyen személyiségjegyeket hoztál azért otthonról, tehát pozitív dolgokat is, még édesanyád neveltetése kapcsán is, nevelése kapcsán is. És sokan úgy fogalmazták meg, és sportújságírók is, hogy talán éppen ezért is lehettél egyrészt sikeres, mert te ahhoz voltál szokva, vagy legalábbis ez van az egyéniségedben, hogy szemtől szembe gyerekek. Tehát ebben a sportágban meg aztán elkerülhetetlen. Álljunk akkor szemtől szembe. Ne sunyi módon, oldalról, így, úgy. Talán ezért nem lettél, most nem tudom, nem akarom leértékelni a judót vagy más sportágat, hanem az ökölvívás. Ott szemtől szembe kell megvívni a harcot. Ez így van. És ezért van egy kis koppanás is néha egy-egy pillanatban, amikor ugye a ring utáni életemet próbálom megrendezgetni, hogy... Nehéz a világban, mi? Nincs az, hogy azt mondom neked, hogy te holnap én ekkor és ekkor itt vagyok, és beszélünk, vagy azt mondja, hogy én adok neked ennyit, holnap visszaadod, nincs. Az igazság, rá kellett jönnöm, hogy az évek során rájöttem arra, hogy igazából nem nagyon bízhatsz meg senkiben. A családodon és talán a legközelebbi barátokon kívül. De én sok barátot olyan közel engedtem magamhoz, és olyan sok csalódásért, hogy eléggé szkeptikusan fogadok azóta már szinte mindent. A boxban megtanultam azt, hogy ott egyenlő körülmények között ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanakkor a kesztyűvel csépeljük egymást, és aki jobb, az nyer. A bíró ott van, a szabályokat betartva, fölemeli a kezét a jobbnak, és kész. Hát ez az életben azért nem mindig van így, és ez sajnos egy sportolói pályafutás, egy 30 éves sportolói pályafutás után nehéz ehhez alkalmazkodni, asszimilálódni, meg aztán végképp nem tudok, tehát ezzel nem lehet azonosulni. Én továbbra is az a face-to-face játékos vagyok, hogyha én azt mondom neked, hogy te figyelj ide, én ma 19 órára itt vagyok, akkor én itt is vagyok 19 órára, mert ha nem vagyok itt, akkor eljátszottam a hitelemet, és én ilyen szempontból nagyon megbízható vagyok. Most, amikor a felvétel történik itt a Szadai Faluházban, éppen elkezdődött a labdarúgó világbajnokság Brazíliában. Azt tudom, hogy te Barcelona drukker vagy, oké,
Melletted vagyok, Zsolt, melletted vagyok teljesen. Hát a spanyolokat szeretem, de egyébként inkább dél-amerikai. Tehát minden évben, hogyha megkérdezi tőlem valaki, hogy kinek, akkor azt mondom, hogy Argentina. Nyilván a Messi véget is talán. A fiam az meg megbolondult, egyszerűen fociérült. Most az előbb beszéltem vele, és mondom neki, te, és mi van, hogy áll a meccs? És mondja, hogy nem adtak meg két gólt a Mexikónak, mert hogy les volt. Kamerun-Mexikó, ugye? Igen, arról és hogy nem is volt most. Igaz. És akkor erre azt mondja, és akkor hallom a telefonban, gól, és elkezd ordítani. Ezt a gólt megadták, tehát addig a pillanatig, amíg be nem jöttem, de 1-0 volt Mexikónak az állás. Úgyhogy már hármat lőttek, és a másik kettő is elég vitatott körülmények között került a hálóba. Innen közvetítem, hogy ugye a Viktória, vagy micsoda, a Viktor Zsolt, a fiad, ugye, ő már 8 éves volt most? Nem, majd októberben lesz 8. Októberben lesz 8 éves, október 24-én. Így van. Igen, igen, ezt a Nagy Imre miatt megjegyeztem, bocsánat. Elkészült. Ennyi személyes dolgot. Tehát nagy foci rajongó, és a boxot kerül is? Nem, ez nincs így. Igazából én nem súlykoltam bele soha a sportot, hanem úgy próbáltam mozgásban tartani, hogy gyerekek játszanak. Gyerekek játszanak, de... tehát a sportot azáltal sajátítja, tehát a futás, a bujócskázás, tehát ez mind benne van valamilyen szinten a sport, a mozgás. Elsősorban ezeknek az korú gyerekeknek inkább tényleg valóban a játékot javaslom elsősorban. És a fiam igazából nem is nagyon tudta azt. Hát tudta azt, hogy boxolok, de hogy izé, hogy mennyire, vagy hogy, meg mint. Én soha nem beszéltem erről otthon, és épp a múltkor is említettem, hogy a fiam úgy tudta meg, hogy én egy tényleg viszonylag jó boxoló vagyok, hogy a szomszéd kisfiú megmondta neki, hogy te a papád a világbajnok. És akkor... és akkor azóta azért most már kezdi kapizsgálni, hogyha jövök, megyek az utcán, akkor odajönnek az emberek, megfogják a kezem, gratulálnak, és hogy mihez gratulálnak. Most már tisztában van vele. Most, hogy elsős volt, mert ugye jövőre már másodikos lesz, most ma volt az utolsó tanítási nap. Most, hogy elsős volt, már kismadárnak becézik az iskolába, tehát azért ennek azért van egy ilyen... hogy mondják, egy ilyen visszacsatolás, vagy lecsapódása is az ő életére nézve. De én nem akarom azt, hogy ő most feltétlenül boxoljon, vagy bármit csinál. A lényeg az, hogy valamit azért sportoljon. Azt, amit szeret. Hát itt vannak a ugye erekjék, de hát igazán végig nem is tudunk sok mindent venni, de azért mindenféleképpen a pályafutásoddal kapcsolatosan néhány dolgot muszáj megemlíteni, mert pár éves bunyó után kitartónak kellett lenned, de azért elég hamar junior bajnokságot nyertél. Junior Európa bajnokság. Igen. 1992-ben. Igen. Az egy fantasztikus élmény volt. Tehát nekem még most is azt mondom, hogy az egyik legmeghatározóbb élményem volt, pedig nyilván azóta már 22 év eltelt, és rengeteg mérkőzést vívtam, és időközben azért lettem felnőtt Európa-bajnok is kétszer, meg felnőtt világbajnok is amatőrbe, aztán profi világbajnok. Az olimpiai bronzról azért nem nagyon beszélek, mert az nekem egy kicsit fájó pont. Igen. Aztán lettem másik súlycsoportban is, két súlycsoportban is lettem világbajnok. Aztán itt a búcsú mérkőzésem kapcsán lettem Európa-bajnok is a profik között. Tehát ez nehéz, ugye volt Európa-bajnokság, világbajnokság, amatőröknél, aztán volt a profiknál. Elég sok mérkőzésem volt, hál' Istennek, és többnyire sikeresen vettem ezeket az akadályokat. Úgyhogy ha visszatekintek a pályafutásomra, akkor elégedett lehetek. Én azért lapoztam be a jegyzetemben, mert meg is találtam, Istennek, hogy köszönöm szépen, tudom, hogy te fejből mindent, én meg viszont nem, hogy a Tamperében, amikor a Európa-bajnok lettél ugye 98-ban, 2000-ben. Pontosan a 2000-ben, az állítólag a szakemberek szerint ez az Európa-bajnokságod ráment az olimpiára, az atlantai olimpiára. Miért írták ezt a szakírók akkor, szerinted? Mert egyrészt valamilyen szinten értenek a boxhoz. Jó. Valószínűleg ezért írták, ugyanakkor nem volt igazuk. Aha, ugyanakkor ilyenek nem ezek volt... az újság, ilyen igazságokat mondanak ezek. Nem, az igazság, hogy következtetéseket vonnak le. Én a valódi okáról nem beszéltem,
az olimpiai bronzérmemnek, tehát idézőjelesen, mert azért az olimpiai bronzérm az egy fantasztikus eredmény. Csak így, hogyha az ember úgy megy ki, hogy igenis aranyesélyes, akkor azért csalódottsággal telve jön haza az olimpiáról. Valóban az Európa-bajnokságon 2000-ben ugye hihetetlen formában voltam, és ott kicsúcsosodott a formám. Én Európa... boxolója is voltál akkor. Ne, Európa, hát akkor voltam, az Európa-bajnokság boxolójának választottak meg, és utána hazamentem, a barátaim megünnepeltek. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy már láttam, sunyítottam, hogy na ezek pezsgő, ezek le akarnak locsolni pezsgővel, és elkezdtem rohanni. Hogy jaj, az egyik gyerek meg utánam rohant, és rászta a pezsgőt, hogy locsol le. De én nem volt nálam váltóruha, ezért nem akartam tiszta pezsgő lenni. Akkor vasasos voltam különben, és ahogy fordultam ki, kint esett az eső, kicsit hordták a vizet az emberek arra a műmárvány padlóra, elcsúsztam a műmárvány padlón, és eltörtem a tért kalácsomat. Ez, és akkor voltunk, mit tudom, ilyen 3 hónappal az olimpia előtt. Na most egy tért kalács téréssel kezdtem, ugye, ami azért eléggé hátráltatott a felkészülésben. Aztán volt egy utolsó csapat találkozunk a német csapattal még, mit tudom én, 1 hónappal az olimpia előtt, és azt mindenképpen meg kellett csinálni Szekszárdon. Nem nagyon fülött hozzá a fogam, de hát kénytelen kellett, muszáj voltam ringbe lépni. Egy szerencsétlen ellenfelem volt, akit persze meg is vertem, de lefejelt, az orromba fejelt, és eltörött az orrcsontom is. Úgyhogy onnantól kezdve nyilván ez a fajta felkészülésem is valamilyen szinten hátráltatva volt. A felkészülésem az úgy zajlott, hogy én ugye olimpiai bajnok akartam lenni, és hogyha én valamit elhatározok, akkor mindent megteszek ezért. Na most azt képzeljük el, vagy tessenek elképzelni, hogy én 4 kilókat adtam le másfél óra alatt egy edzésen. Én bementem az edzésre, azt mondom, és szétütöttem mindent. Tehát valami hihetetlen euforikus állapotban voltam. Minden edzésen leadtam 4 kilót. De hogyha nem 4 kilót, akkor csak 3 és felet. Szóval a pólókat úgy vettem, fél óra múlva pólócsele, kicsavarom, kidobom, póló, ízi. Tehát nem voltam teljesen épelmélyű, hát hiába mondta az edző, jó van, elég lesz már. 75 kilóba boxoltam, lefogytam 73 kilóra, annyira szétedzettem magam, kimentem az olimpiára, és megöszek mindenkit. Eljött is egy kirgiz gyerek, elvertem, aztán jött egy ukrán gyerek, elvertem, de időközben benyertem egy betegséget. Antibiotikumos kezelést kaptam. Le is itt az erődet. És bementem az elődöntőbe, a Ruszki ellen a szorítóba. Első menetben már azt se tudtam, hol vegyek levegőt. Tehát az antibiotikumnak megvan az a hátulütője, vagy legalábbis az a mellékhatása, hogy az ember könnyen fáradékony lesz. Na most ez egy olimpiai elődöntőbe nem annyira jó dolog, de nem volt más megoldás, mert különben meg be se vehettem volna a ringbe. Úgyhogy ezen úszott el az olimpia. Nyilván mindent azért nem osztok meg mindenkivel, de most viszonylagosan kitálaltam ennek az egésznek, ennek az olimpiának a körülményeit, és nem mentegetőzésképpen, hiszen már eddig is mentegetőzhettem volna ezzel, és nem tettem, de hát hogyha ilyen kíváncsian kérdeztél, akkor gondoltam őszintén felelek. Már csak azért is, mert sajnos nem tudjuk minden bajnokságot, de azért mondjuk ki nyíltan, mert itt erről van szó, hogy minden idők legeredményesebb magyar profi ökölvívó. Ökövívója ül most itt közöttünk, és most eszembe jutott a budapesti VB, ugye az 97-ben. A kubai Hernández, aki, ha jól emlékszem, az 2-szeres olimpiai bajnok volt, akkor is valami ilyesmi mozgatott, hogy volt benne félsz, hogy kinek kapjál, de hát tulajdonképpen nem, igazán még az se lett volna meglepetés, vagy mi volt a várakozás a közönségnek? Hogy Madának győzni kell, és kész, sima ügy. Hát a közönségben senki nem hitt az én győzelmembe, ne, hogy ugye? Is hihetett volna. Azért 97-ben 2-szeres olimpiai bajnok volt, hát kubai persze. Nagy sztár volt akkor. 2-szeres olimpiai bajnok, 2-szeres világbajnok. Tehát ő egy olyan ember volt, egy balkezes, fekete, ruganyos, mint a párduc úgy mozgott a ringben. Tehát egy fantasztikus bunyós volt, akihez én nem érhetek föl, és soha meg se verhetem. De hát ez így volt elkönyvelve, én meg úgy voltam vele, hogy én megpróbálok valami taktikát, valamit kitalálok, próbálok aggyal gondolkozni, és
Abba az egyetlen szalmaszába, ami az óceán közepén ring a vízen, abba megpróbálok megkapaszkodni. Igen, mit ad Isten, ez a szalmaszál elég erős volt ahhoz, hogy megtartson. 97-ben én rendszeresen jártam pszichológushoz, sportpszichológushoz, és nagyon sokat köszönhetek neki. Az, hogy én egy nyugodt, higgadt boxot tudtam a budapesti világbajnokságon produkálni, egy olyan Erdei Zsolt lépett a szorítóba, akit még azelőtt senki sem látott, és mindenkinek leesett az áll, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Meneteltem. Jött egy grúz, jött egy lett, jött egy üzbék, jött egy német, és aztán jött a kubai. Tehát 5 meccset vívtam meg egy hét alatt. Ez bunyóban azért elég sok. És egyszerűen az a flegmatikus nyugalom, ami engem úgy rám nehezedett, vagy nem is nehezedett rám, hanem egyszerűen könnyűvé tett engem. Tehát én bementem a ringbe, azt mondtam, jó van, az olimpiai bajnok, világbajnok, ő az esélyes, nincs mit veszítenem. Ha volt mit veszítenem? Semmi. Bementem, hogy elkezdett kapálózni, levédtem, semmi gond. Aztán eltalált egyszer a kubai, hát nyilván egy nagyon komoly bunyós volt, eltalált egyszer a kubai, hátra csuklott a fejem, stop, már ugrott is a bíró, és rám számolt. És én mondtam, hogy ez meg minek számol? Hát én nem most voltam meg. Megmosolyogtad a bírót. Megmosolyogtam a bírót. Jó van, hát számolja, mit érdekel engem. És akkor még 5x2 perc volt ugye a menetidő, és az első menetet, már nem is tudom, 1-0-ra megnyerte ezzel az együttéssel. És akkor én ugyanúgy taktikáztam, én nem erőltettem a dolgot. Második menetben nem történt semmi. Jobb vagy talán az, hogy egyet én is bevittem egy találatot. És akkor 1-1 volt, aztán 1-1 maradt a második menet. Nagyon komoly taktikai csata volt. A negyedik menetben aztán bevittem 2 olyan balegyenes neki, ami ilyen tempóból ütött balegyenes, hogy ő ütött egyet, én kivettem a fejemet, és abból visszanyomtam egy balegyenest. És a bal kezem már akkor is nagyon jó volt. Úgyhogy értékelhető találatot értem el, úgyhogy az 5. menetre úgy fordultunk, hogy 3-1-es vezetésem volt. Na most nyilván a kubait megkapta a sarokba. Menjél már, különben elveszíted a meccset, különben ez meg az is. Nyilván ez az én malmomra hajtotta a vizet, igen, hiszen hogyha valaki türelmetlenül belép a ringbe és le akarja ütni a csillárokat, akkor az egy nyugodt, higgadt versenyzővel szemben, mint amilyen én voltam, az nem nagyon rúghat labdába. Na most a gyerek elkezdett kapálni, kaszálni, mindent csinálni. Én meg kivettem a fejem, bevertem neki egy balhogot, és így... Hoppá. Na akkor gyorsan rá is rászámoltak. Úgyhogy onnantól kezdve tudtam, hogy ezt a mérkőzést én nem veszíthetem el. Én már nem érdekelt engem semmi. Ütött tokától bokáig, én mozogtam lábon, jobbra, balra, hogy csináljam, mit akarsz, engem nem érdekel. Olyan nyugodt voltam, és amikor legongatták az 5. menetet, a győztes magabiztosságával ugrottam fel a levegőbe. De úgy éreztem, hogy az az öröm, ami bennem van, az egyszerűen kimutathatatlan. Tehát én hiába ugrálhatok én a világ űrbe is, akár nem tudom megmutatni azt az örömet, amit én akkor éreztem. És ez mindig is egy olyan hiányérzet volt. Volt már egyszer-kétszer ilyen még azóta is az életemben, de ez akkor, ez egy olyan hihetetlen öröm volt, egy olyan boldogság, amit egyszerűen nem lehet szavakba foglalni, és nem is lehet kimutatni se. Tehát ez egy érdekes dolog, én nem tudom kimutatni, mert mondom, csinálhatok, amit robbanjak szét milliárdnyi darabra, akkor sem tudom az emberekkel felé közvetíteni azt az örömet, azt a boldogságot, amit én akkor átéltem. Te nyilván emlékszel rá, de én csak papírból tudom idézni, mert azért megörökítették azt a mondatodat, amit közvetlenül a győzelem után mondtál. Ha egész pályafutásom alatt ez az egy győzelmem lett volna, akkor is úgy érezném, megérte ez a 25 év, mondtad ezt, ugye a Hernández elleni meccs után. Hát ebből azért kihallatszik. Köszönöm. Ebből kihallatszik. Hát egy kicsit menjünk azért sorba, mert azt hiszem ez a legfrissebb, de kicsit fájó vagy nem fájó, végül is hát ugye ez a legfrissebb, ugye ez az Európa-bajnoki mostani kecskeméti Európa-bajnokságod, amivel tulajdonképpen, hát hadd ne menjek a dolgok elébe, ott azt mondtad, hogy hát tulajdonképpen ez igen a pályafutásom végét, nagyon szépen zártam, stb. No de hát már csiripelik, vagy nem csiripelik, már ki is mondják. Ha mégis érkezne egy meghívó, mondjuk Rióba, 2 év múlva, akkor szerintem összekapná magát a semmi esély nincs.
Semmi esély nincs rá, hogy egy ilyen meghívó érkezzen. Nincs? Nem. De kizárt dolog nincs. Nem lehet kizárni. Ki lehet zárni? Na, én csak teljesen ki. Én nem is gondolok rá. Nem gondolsz? Nem gondolok. Jön magától, aztán majd elkezdesz vele foglalkozni akkor, amikor jön, nem? Ha jön, akkor még lehet, hogy gatyába rántom magamat, de erre olyan minimális az esély, hogy 0,001. Akkor, ha már itt próbáltam itt mutogatni, én fölvettem, tudom, milyen erőfeszítésembe került, mire behoztam. Gondolom, hát neked két újból megvan. Egy sportembernek ez nem okozhat gondot, de hát egy... Hát ez akkor, erről még két mondatot még megtartom itt a kamera előtt. Ez a legújabb övem, ez egy WBO Európa bajnoki öv, amit az utolsó mérkőzésemen egy grúz fiú ellen szereztem meg. Nekünk szimpatikus volt ez a gyerek, hogy már minek utána megverted. Igen. Hát nekem nem volt annyira szimpatikus, de igazából unszimpatikus sem volt. Hát volt egy nagy darab srác, aki nem is hozta igazán a súlyát, de aztán mégis hozta. Aztán olyan szőrös volt, mint egy medve. Úgy, amikor belharci... Ilyenek, ez a Dzsomardasvili, ez meg különösképpen ilyen. Amikor belharci helyzet alakult ki, akkor az... Na mindegy, nyilván a bunyó közben az ember nem gondol ilyenre, de amikor éreztem, hogy a szőre szurkál engem, akkor azért megpróbáltam tőle eltávolodni. És szőrmentes tudunk majd mesélni valamelyikről? Szőrmentesről is beszéljünk. Ez egy szőrmentes. Ez egy szőrmentes? Ez az előtti, tehát ez a legősibb övem, ezt 2004-ben szereztem meg. Uh-huh. Megmutatom. Légy jól kedves. Ez a legősibb övem, egy kicsit piszkos, mert megmondom őszintén, nem szoktam otthon szidolozni ezeket a dolgokat. Ezeknek így magukban nincsen értéke, hogyha ez most nem lenne itt nálam, én akkor is világbajnok vagyok. Tehát így magában, tessék lefotózni, így magában nincsen értéke, de ha az én kezemben van, akkor igen. Így bizony, de még mennyire? Ezt az övet 2004-ben szereztem meg, félnehézsű világbajnoki öv, egy szenzációs mérkőzésen. Én, aki mindig is önkritikus voltam, azt mondom, hogy ott tényleg pályafutásom csúcsán voltam. Egy fantasztikus mérkőzésen győztem le az akkori világbajnokot, és kaparintottam meg ezt az övet, amelyet aztán azt hiszem 12 alkalommal sikeresen meg is őriztem, és meg is védtem. Tehát az azt jelenti, hogy jöttek a kihívók, levertem, megmaradt az öv, jött a kihívó, levertem, megmaradt az öv. Nyilván ezek között, a kihívók között azért voltak olyan emberek, akik azért megkeserítették az életemet. Volt ez az argentin Hugo Hernán Garay, akivel kétszer is kellett boxolnom, és egy szavam nem lehetett volna, hogyha az ő kezét emelik fel végén a magasban, mert ugye a profi ökölvívásban ugye írják a pontokat, és ott azért eléggé szubjektív a pontozás. Tehát vannak bírók, akik a találatot pontozzák inkább, azok engem részesítettek előnybe, mert többet találtam. Uh-huh. Viszont aki az agilitást, a rámenőséget értékeli, az, amelyik jobban, idézőjelesen jobban akarja a győzelmet, vagy nagyon akarja. Vagy irányítja a meccset. Igen, aki irányítja a meccset. Van, aki annak pontoz. Tehát itt azért megosztott pontozással ennél a gyereknél, ezzel a gyerekkel megosztott pontozással nyertem. 12 menetben, aztán el se tudja képzelni senki, hogy 12 menet a ringben, hogy milyen az. Tehát néha poklok poklát éli át az ember. Voltak olyan mérkőzéseim, volt egy francia sráccal boxoltam, Medisanunnak nevezték a fiút, törött bordával boxoltam, de akkor még nem tudtam, hogy törött, ez majd csak később derült ki, a felkészülés során eltörött a bordám, és így az izomzatom oxigén ellátottsága nem volt teljes. Na most a negyedik menetig bírtam a kondival, és utána elfogytam, és utána ugye még volt 8 menet. Most azt kell elképzelni, hogy 4 menetig én egész jól boxoltam, kimozogtam az ellenfelemet. Tehát az igazi technikás bunyomat csináltam, és az 5. menet aztán vége. Jött a srác, agyonvert. De úgy, hogy ekkorára dagadta a fülem mind a kettő, de másnap meg is kellett műteni, mert különben még most is karfiol fülem lenne. És 5.-6. menet, vége volt a meccs. Nekem itt van vége. Megyek a 6. menet után, oda megyek az edzőmhez, és én mondom, oda megyek, hát oda vánszorogtam, úgyhogy a felénél tartottunk a mérkőzésnek, és azt mondta, hogy nem megy tovább. És akkor leült elém az edzőm,
megfog így a fejemet, azt mondja, Zsolt, figyelj rám. És hát óriási hangzavar volt a csarnokban, de ez a hang, ez kísérteties volt. Tehát, mint hogyha egy külön vált mindentől. Uh-huh. Azt mondja, te Zsolt, meg tudod csinálni, azt mondja. Annyit edzettünk, nagyon sokat edzettél. Csináld meg a hazádért, a családodért, a fiadért. Ezt mondta nekem, és én meg, jaj, hagyjál már békén. Tehát körülbelül ez lehetett a válasz, de valahogy mégis szerintem megérintett ez engem. Nem tudatosan, hanem úgy bennem maradt. Fölálltam, mentem tovább. Volt még egy nagyon érdekes, erről a mérkőzésről tényleg nagyon sokat tudok beszélni, mert volt még egy nagyon érdekes pillanat benne. A hatodik menetben volt, amikor tényleg tönkre voltam verve. Én azt mondtam, hogy feladom a meccset, tehát hogy adjam fel a meccset, üssön ki az ember. Máshogy nem adom, üssön ki. És fogtam a kezem, leraktam, és így oda tettem a fejem. De a meccs közben, kívülről nem is nagyon lehetett ezt az egészet érzékelni. Oda tettem a fejem, és ütött a gyerek. És ugye az automatikus reflex, az még működött. Csak működött. Letettem, akkor elhúztam a fejem. Na mi van? Na még egyszer. Megint elhúztam a fejem. És belefáradt a gyerek, mi? Nem. Mondom, ezt nem hiszem el. A franc egyen meg már ez sem sikerült. És akkor mentem tovább, és akkor valahogy úgy hullám gödörből valahogy annyira kijöttem, hogy mégis tudtam tartani valahogy az iramot. A gyerek is elfáradt abban, hogy pépé verte a fejemet, úgyhogy már a végén, ugye az ötödik, hatodik ment, ez nagyon elment, a végén már az volt, hogy oda-vissza ütöttük, vágtuk egymást, mint a répát. Ő is ütött, én is ütöttem. Megkezdődött a 12. menet. Bemegyek a szorítóba, elkezdődik. De tüzeltünk, már csípőből lőttünk, hogy senki nem foglalkozott már semmit a védekezéssel. Le volt tojva minden. És akkor egyszer csak így megállok így, de ezt be kell mutassam fel. Tégy ő kedves, igen. Az volt, hogy... Állunk így, de mind a ketten lógattuk a kezünket, és akkor egyszer csak így elengedtem egy ilyen sallert. Igen? Jobb kézzel. Igen. Megütöttem, és eltaláltam a lántékát a gyereknek. Gyerek, ilyet csinál. Ilyet csinál? Hoppá! Megrogyott a csávó. Abban a pillanatban minden fáradtságom elmúlt. Oda mentem, bim-bum-bim-bum! Rávertem az emberre egy 14-es sorozatot, és technikai kávóval megnyertem a meccset. Ott van még egy darab, na, kérem szépen. Itt van, ezt az egy darabot még bemutatom. Ez egy cirkáló súlyú bajnoki öv, világbajnoki öv. Egy másik világszervezetnél, ez ugye WBO, ez WBC. Cirkáló súly, azt hiszem, hogy fél nehéz súly és a közép közötti kategória. Tisztelettel megkérlek, nem, mondom, hogy nem. Hát a hozzá, fél nehéz súly és a nehéz súly. Nem ért hozzá, ne dumáljon. Kessék, vedd már fölé szívem. Ez a fél nehéz súly és a nehéz súly nehéz közötti súlyos kategória. Ugye a fél nehéz súlynak a felső határa az a 79,3 kg. Abban boxoltam én mindig. Na most nem kaptam egyszerűen ellenfelet az akkori Istálló, az Univerzum Box Club, ugye nekik volt egy emberük, akiket ők preferáltak ebben a súlycsoportban, és szerették volna, hogyha én minél előbb elhúzok innen. Úgyhogy nekem nem sikerült ellenfelet találni, csak cirkáló súlyban. Na most a cirkáló súlynak az alsó határa 90,6 kg. Ami azt jelenti, hogy ha én cirkáló súlyban boxolok, akkor nyilván több mint 10 kilót. Tehát nem kell magamra szedni, mert elég, hogyha 81 kilóval boxolok, vagy 80 kilóval boxolok, de akkor is egy olyan ellenfél vár rám, aki legalább egy 10-essel súlyosabb. Na, mivel nekem nem nagyon volt más választásom, és az edzőmmel beszélgetve a mérkőzésről, illetve a leendő ellenférről, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy én ezt a mérkőzést megnyerhetem. És így beadtam a derekam. Hát egy heroikus küzdelem volt, tényleg. Ez az ember, ez egy hihetetlen sportszerű olasz fiú volt, Giacobbe Fragomeni. Előtte mindenki óva intett tőle, hogy az olaszok milyen piszkosan boxolnak, hogy azok fejelnek, könyökölnek, meg minden. De én ezt a fiút már régről ismertem, még amatőr koromból. Tele van tetoválással, kopasz a haja, vagy kopasz a feje, bocsánat.
kopasz fejű, tele tetoválása, de ilyen nagyon vagánysát. És már én különben mindig is jó kapcsolatot ápoltam az összes, kivéve a Garaival, az összes ellenfelemmel, mert a Garai ez egy bunkó volt. És hát amikor már megjött, akkor már oda mentem, üdvözöltem, hey, how are you, és a többi ment, kipróbáltam mind a ketten angolozni, és beszélgetni egymással. Hát nekem volt egy barátom, akivel ő rendszeresen boxolt, egy magyar srác, a Kis Zoli, és ő mindig megvette a Kis Zolit. Na de hát ők nehéz súlyba boxoltak, én meg akkor még középsúly voltam, ugye én 75 kiló, ők meg 91 kiló. És akkor beszélgettem minden, oké, elkezdődött a meccs, valami fantasztikus volt. Tehát az a gyerek a sportszerűségnek a mintaképe volt, annak ellenére, hogy mindenki azt mondta, hogy így meg úgy tartsak tőle. Egy olyan mérkőzést vívtunk le, 12 menet harakiri, tehát öltük egymást, de minden szabályos... Tiszta eszközökkel. Minden tiszta eszköz betartva. Tehát ha véletlen valaki mégis, jaj, odafejeltem, egyből elnézést kért, bocsánat. Tehát annyira korrekt, annyira fair play díjas volt ez a mérkőzés, hogy fantasztikus. Na, mindegy, hoztam ezt a meccset is, azáltal, hogy az elejét nagyon meg tudtam nyomni. Tehát ott is első 4-5 menetet nagyon meg tudtam nyomni, és azzal elhúztam. De aztán nyilván azáltal, hogy ennek a gyereknek egy 10 kilós fölénye volt, és azáltal, hogy állandóan nyomott, egy olyan nyomás gyakorolt rám, hogy lihegtem, de ütöttem, vágtam, és küzdöttem, mint az oroszlán a ringben, és még az utolsó menet, utolsó másodpercében is még dobáltam a sallerokat jobbra-balra, tehát hihetetlen heroikus küzdelem, aminek nem az volt a lényege, hogy egy virtuóz technikai tudással megáldott Erdei Zsoltot láthattunk, hanem az volt a lényege, hogy igenis ott az a gyerek egy 10 kilóval nehezebb faszival igenis tökösen helytállt. Már bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, de egyszerűen ilyenkor azért nyilván engem is még, én átélem, amikor elmesélem, akkor újra átélem ezeket az élményeket, és újra bennem van, az a szenvedély, amivel a maga a sport iránt érzek. Zsolt, még erről egy-egy mondatot, hogy ez mire? Hát, én csak elhoztam boxkettőt. Hogy bemutathassunk. Tulajdonképpen ez egy világbajnoki címmérkőzésemben használt boxkesztyű. Ide bele is van, ilyenkor igen. Beleírják, hogy Erdei 1, tehát igen. Ez az első számú kesztyű. Igen. És itt meg a hogy supervisornak az aláírása. Aha. Különben, nem tudom, gyerekek, ti már voltak kezeteken ilyen boxkesztyű? Jöjjön valaki érte. Kit érdekel, gyerekek? Felhúzzátok? Kit érdekel? Jöjjön ki nyugodtan, bátran. Na, kifél, kapd el akkor. Mehet a másik is? Tessék. Ez az. Na, húzzátok fel, aztán ez még bunyózunk másik, is egyet. Másik kesztyű? Hát, ez a másik kesztyű, ez egy vadi új kesztyű, semmi különös, csak azért elhoztam, hogy mindenki láthasson boxkesztyűt, vagy hogyha szeretnétek, ezt is föl lehet különben venni, ez tépőzáros, ha gondoljátok, még bunyózhatunk is egyet. Na, kinek lesz bátorsága? Még bátorságot gyűjtetek. Hé, egymással verekedtek? Egymással bunyóztok? Hoppá, igen. Csak szabályos keretek között, bíró hát, jelenlétével. Erdei Madár Zsolt figyelmét kérem szépen, de legalább ennyire a közönségét, mert én nem vagyok egy muzsikus alkat, de én szeretnék most fölidézni kollégáim segítségével egy kis zenét. Nagyon remélem, hogy emlékeztet téged valamire. Halljuk. Halljuk. Én egy kis öcsit kérek füli napra, de nem kell még, anyu megtudja, és az lesz benne a legszebb trükk, hogy anyukát is meglepjük. Na vajon? Kinek a kívánsága lehetett, aki egy öcsikét szeretne? Egyem hát itt a van, szívedet. Erdei Ildikó, Erdei Madár Zsolt testvére. Drága. Ha miért nem mondta ezt nekem, amit találkoztunk? Egy párszor. Isten hozott kezét, csókolom. Egy kis helyet csináljuk még, hogy kedves, jó? Köszönöm szépen. Foglalj helyet nálunk. Kedves Ildikó.
Hát igen, sikerült úgy megbeszélni, hogy a Zsolt erről ne tudjon, és gratulálok, és nagyon szépen köszönöm ezt a diplomatikus eljárást, hogy bár nem beszélnek egymást, de ügyesen úgy trükköztek, hogy nehogy megtudja a Zsolt, hogy kedves meglepetést szerezünk a közönségnek, de természetesen neked is. Hát kedves meglepetés. Na, de akkor te kezdjél ebbe a kis nótába bele, hogy van ez, és mióta ismerős köztetek ez a nóta? Mert az természetesen, bocsánat, nem annak néz ki a hölgy, ugye? Egyetértenek nem csak a férfiak, hogy öcsike, hanem valószínű, hogy húgica inkább. Különben Hugi-nak is szoktam szólítani. Igen? Persze. Na, ugye persze. Milyen intelligens, figyelmes úri ember volt, ugye, hölgyek iránt? Istenem. Na, idézzétek föl, hogy van ez. Ez úgy volt, legalábbis így szól a fáma, hogy nagyon szerettem volna egy kis testvért, és konkrétan egy öcsikét. És nem tudom, az én gyerekkoromban, ugye 6 év van köztünk, 6 évvel vagyok idősebb. Tiltakozom. Nem, én 20 vagyok. Csak 6. Az igaz. Igen. És valahogyan azt hiszem, akkoriban ez a nóta járta, és én is elkezdtem énekelgetni, és hogy én ezt azért énekelgetem, mert tényleg szerettem volna egy öcsikét születésnapra. És aztán végül az a poénj ennek a kis történetnek, hogy én május 22-én születtem, és ő 31-ére született meg, és hát óriási volt az öröm, hogy tényleg megkaptam a születésnapomra az öcsikémet. És ez természetes is volt, legalábbis az ön részéről gondolom én, mert például a mi lányunk, amikor várta a feleségem a második gyereket, hát ő világosan megmondta a lányuk, hogy hát majd neki most öcsikéje fog születni, de akkor még nem tudtuk, vagy nem tudták az orvosok megmondani, és akkor hát nagy örömmel aztán én is ugrálva hazafelé, és ő meg csodálkozott, hogy mit ugrálunk, hát minden görülünk, hát ő megmondta előre, hogy ez már pedig öcsike lesz. Hála jó Istennek! Öcsike! Öcsike! No, de aztán végül is azért van még két testvérke, beszéljünk róluk is, mert hogy Claudia és Mercedes. Mercedes, ha jól tudom, ő most jelenleg Angliában él. Igen, igen, éppen ma kaptunk róla egy pompás hírt, mert munkát talált magának, úgyhogy örvendünk. Nagyon örülünk, igen. Még valamit akkor a családról? Hát ő a legkisebb, Mercedes. Igen. Hány éves? 27? Nem tudom. Azt hiszem 27. 27 vagy 28. Nem, mert 28 Claudia, ő az utána következő húgunk. Uh-huh. És ők egy második házasságból, anyukánk második házasságából születtek. Uh-huh. És ott is van egy kislány. Uh-huh. A Claudiának. Kamilla, igen. No, de hát azért az önök kapcsolata, azért ez klasszikusan fantasztikus, tehát regénybe illő, mert hogy tulajdonképpen állandó telefonálgatás, amikor Németországban ugye leszerződtél az univerzumhoz, akkor természetesen a kedves Ildikó volt az, aki keresett, sőt, hát én emlékszem olyanra, újságcikkben is megjelent, hogy például a VB meccsed előtt, szinte majdnem, hogy néhány perccel, amikor még utolsó lehetőséged volt, akkor biztos, hogy Ildikóval beszéltél telefonon. Ennyire tényleg anyáskodott veled? Nem tudom, hogy ezt anyáskodásnak, szerintem ezt ez durva így, ugye? Nem anyáskodásnak hívnám. Egyszerűen én azt éreztem, hogy valahogy mindig ő tudott a legjobb tanácsokat adni. Valahogy mindig ő érzett rá legjobban arra, hogy mit kell mondania nekem ahhoz, hogy én önbizalommal teli léphessek a ringbe. Tulajdonképpen egy ilyen pszichológusi szerepet is betöltött, mindazonáltal, hogy ugye a testvérem volt, és elmondhattam neki minden érzésemet, minden kételyemet, mert azt azért tudni kell, hogy én hát egy kétkedő ember vagyok. Tehát úgy saját magamban nem hiszek eléggé talán. Uh-huh. És mindig ő volt az, aki próbált meggyőzni afelől, hogy igenis, higgyél is. Majdnem ilyen lelki gondozói minőségben jelent meg? Teljes mértékben. De tanára foglalkozás egyébként. Igen, ugye? Igen, mm-hmm. Igen. Hát gyerekekkel jó foglalkozni. Ilyen aranyos gyerekekkel. Igen, és ráadásul nagyon hasonlítunk egymásra, tehát a mentalitásunk és egyáltalán a lelki berendezkedésünk, meg a gondolkodásmódunk nagyon hasonló. Nem csak azért, mert mind a ketten az ikrek jegyében születtünk, hanem valahogyan. Hát testvérek vagyunk, ez az igazság, és,
és talán ezért is tudtam neki olyan dolgokat mondani, amikkel saját magamat is vigasztaltam néhány évvel korábban. És hát nem tudom, hogy talán még erről nem is beszéltünk így egymás között, de ugye rendszeresen, amikor még ugye Németországban élt, akkor hazatelefonált a meccsek előtt közvetlenül, de olyannyira közvetlenül, hogy már benn voltam volna a bizonyos öltözőszobában, ahonnan aztán ment a ringbe. És én már vártam a telefont. Meccsek előtt 3 nappal már nem nagyon volt evésivás, hát csak víz, és hát evés már nem sok, gyomorfájások. És megszólalt a telefon, és ahogy megszólalt a telefon, tudtam, hogy ő az, ránéztem, kiírta, és lekucorodtam az ágyra, már akkor elkezdett fájni a gyomrom, remegett minden tagom, és Zsoltika hívott, hogy hát jól vagyok, igen. Csak tudod, nem tudom, hogy hát igen, felkészültem, de azért hát, hogy lesz ez most? Tudod, azért fekete lovak vannak mindig, az ember nem tudhatja, hogy milyen ezen. És akkor én ott remegve ott az ágyon, ott fogtam a telefont. Zsoltika, hidd el, annyit dolgoztál, és benne van az egész életed. És szépen ott előadtam neki a nagy vidám bohózatot, miközben én meg úgy éreztem, hogy azonnal belepusztulok. És ezek így rendszeresek voltak. És akkor nem is véletlen, ugye, hogy most ráadásul munkakapcsolatban is vannak, mert hogy el kell mondani, hogy a Box Akadémián is ott van, ugye, Újpesten Zsolt, Magyarországon 4 városban létezik, Újpesten, Győrben, Nagykanizsán, ha jól emlékszem, és Hajdúszoboszlón, és ez a legnagyobb, az újpesti, de az igazi főtevékenységük a Erdélyi Zsolt Sportegyesület, ahol ugye az elnök urat köszönhetjük, és a főtitkárasszony. Igen, hát ez az egyesület most már nem is nagyon működne az Ildikó nélkül, hiszen... Hát mennyi, vagy 40 gyereke, mennyivel foglalkoztak? Hát, nincs most annyi, most nincs. Volt, de most nincs. 30 körüli. No, de hát, ha már arról beszéltünk, hogy Ildikó mennyire lelki gondozói típus, akkor most nem kell, nincs szükséged lelki gondozása, de talán egy kedvességet elfogadsz. Én elkezdek valamit mondani, neked meg kell mondani, hogy mit hallasz, és aztán itt még nem marad abban, hanem mi most közösen készültünk valamivel, Ildikóval. Úgy éltem életem mostanig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni, körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót. És rázza fejét, s fordul szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s föld fröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagul a levegőbe. Érzi, hogy hegyi erdőkön az őzbak megáll, fülel, és elpattan a széllel, mely farkas csorda szagát hozza sziszegve. Fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd, és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda. És lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjaim őrzi a táj. Szép volt. Velünk mondta. Erdélyi Madár Zsolt. Radnóti Miklós, mint a bika című költeményét, amely körülbelül, nem is tudom már, 70, sőt, már 81 évvel ezelőtt írta. Emlékszem egy nyilatkozatodra, végig is gondoltam, hogy vajon miért kedvenced az egyik amerikai film, az Amerikai História. És én magam akkor nem láttam, de utána néztem, és hát akkor megértettem, hogy a te személyiségedben, mint ahogy szerintem az egész családéban ez van, hogy a gyűlölet az lerombolja az embert. És ez a film is valami ilyesmiről szól, hogy ugye elment egy szélsőséges irányba a fiatalember, már az öcsét is magával rántotta, és aztán rájött, hogy
már öcsét meg kell védeni ettől, hogy ne kerüljön a mélyébe, mert a gyűlölet az nem tud építeni, az szétrombol mindent. Így van. Hát csak helyesen tudok. Ezért ragadott meg téged is, megragadt ennek az egész szellemisége, gondolod? Ezt nem mindig kell szerintem, és nem mindig akarok én bármit is értelmezni. Néha vannak is, mondjuk a Rékával, a párommal vannak is vitáim néha, hogy én nem mindig akarok mindig értelmezni valamit, hanem egyszerűen van, és az úgy jó, ahogy van, és nem kérdezek rá. Ez olyan, mint egy távol-keleti harcos, aki csinál egy mozdulatot, és megkérdezi a mesterétől, te mester. És ezt miért így csináljuk, és miért nem így csináljuk? És akkor azt mondja a mester, azért, mert már 3000 éve így csináljuk. Igen, értem. És ennyi, nem kell erre több. Szerintem az ember érzi magában, tudja azt, hogy igen ez a jó, ez így van, és kész. És nem kell mindig keresni az okokat. Persze az ember nyilván óriási tudásszomja van, és vágya arra, hogy bizonyos dolgokat kiderítsen. De valahogy néha vannak dolgok, amiket úgy el kell engedni, amikkel úgy együtt kell folyni, amiket bele kell merülni és hagyni, hogy az áramlat vigye, és nem pedig állandóan gondolkodni és törni a fejünket, mert az csak esküszöm, hogy nekem elég gyakran van az, hogy néha besokalok, és akkor valahogy ki kell ürítenem magamból ezt az egészet. Erre van a horgászat, erre van az olvasás, és a kert, hát igen, kert. A kert. Ha. Visszatérve még kicsit a szakmátokra, tehát milyen kifutása lehet a Erdély Zsolt Sport Egyesületnek? Mert jó, most néhány fővel csappant a létszám, talán most 30-an vannak ugye a gyerekek itt ebben az egyesületben. 9-től 24 éves korig kb? Körülbelül igen. És meglepve láttam, amikor meglátogattalak téged Újpesten, hogy két lány is ott volt. A esélyben is vannak lányok? Boxos lányok? Voltak lányok, igen? Komoly nagy lányok is, meg kevésbé komoly kisebb lányok is, de azt hiszem ők inkább a Zsolt neve miatt, hogy hozzá egy kicsikét közelebb kerüljenek, de hamar rájöttek, hogy a box nem az ő műfajuk, úgyhogy elmaradoztak igazából. Hát. Úgyhogy fiaink vannak, de nagyon-nagyon helyes gyerekek, és ami feltűnő, és nagyon szép nekem, hogy valahogy olyan egyivásúak vagyunk, tehát hogy mint egy annyira elkoptatott tudom, de tényleg egy kicsit olyan, mint egy nagy család, tehát hogy tudom, hogy rendesen járnak edzésre, hogy befizetik a tagdíjat, hogy megkérdezik, hogy vagyunk, hogy megteszik, amit kell, oda cipelik, amit kérek, és teljes szívvel, lélekkel részt vesznek az edzéseken, úgyhogy nagyon szeretem őket. Igen. Te is szereted őket, de például az akadémián elmondtad azt is, hogy azért őszintén, hogy azért vannak problémás gyerekek, és bizony ott fegyelmezni is kell. Tehát ez nem az, csak akadémia. Az akadémia. Ez az egyesület. Az akadémia ugye az ország minden részéből, mint említettem, ugye négy van csak az országban, és most az ökölvívás is a 16 kiemelt sporták között van, és hát emiatt aztán ugye létrehoztátok az akadémiát, és tényleg sokan jelentkeztek, kollégisták vannak, de hát mindenféle gyerek érkezik, különféle személyiségi jegyekkel. Az akadémiában ugye eredményesség alapján kiválasztott gyerekek jöhetnek. Ennek én nem vagyok annyira a híve, de nekünk mégis eredményeket kell produkálni, és azáltal tudunk eredményeket produkálni, hiszen erre kapjuk a támogatást az államtól, hogyha mi előre segítjük az ő előrejutásukat. Na most ezek a gyerekek nem mindig azok a gyerekek, akiket az én személyem vonz be, hanem ezek a gyerekek tényleg elég olyan helyről jönnek, olyan helyekről jönnek, olyan családi légkörökből, olyan háttérrel, amit mi el sem tudunk képzelni. Na most följönnek vidékről Budapestre, ott a kollégium, ott a villamos, ott a metró, tehát becsöppennek egy nagy városba, egy olyan légkörbe, ahol heti 10 edzésen kell részt venniük, és nem tudnak rendesen alkalmazkodni, nem tudnak rendesen viselkedni, mert azt amit otthon láttak, azt gondolják, hogy itt is megengedhetik maguknak. És így viszonylag sokan szelektálódnak belőlük. Most is meg kell várjunk
4-5 versenyzőtől, mert az a helyzet, hogy mind a magatartásukkal, mind a sport utáni alázatukkal nem váltották ki belőlünk azt, hogy ők megérdemelten lehessenek akadémia tagok. Az egyesület az egy teljesen más tészta. Az egyesületbe egyszerűen oda bevonzuk a gyerekeket, oda olyan gyerekek jönnek be többnyire, akiknek az életükben nem volt még boxkesztyű a kezén, és ott már mi formáljuk őket. Megszerettetni velük ezt a sportot? Így igazán, van. Hogy... Tehát ott már mi formáljuk őket valamilyen szinten, és valahogy azok a gyerekek maradnak ott, akik vonzódnak is ehhez a fajta mentalitáshoz, amit mi képviselünk. És ezért egy olyan családi légkör tud kialakulni. Az akadémiában ez egy kicsit nehézkes, mert innen-onnan össze kapirgálunk gyerekeket, mert gyertek, akkor csináljuk, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. És van, aki tud alkalmazkodni ehhez, van, aki nem tud alkalmazkodni ehhez. Van, akiben megvan a kellő alázat, van, amelyik, hát igen, ezek már olyan tinédzser gyerekek, tehát igazán benne vannak abban a korban, amikor dacolnak az edzővel, amikor a legnagyobb hülyeségeket csinálják általában a gyerekek az életükben, és hogyha azt látták otthon, akkor mi nem nagyon tudunk tenni ellene. Tehát hiába próbálkozunk, és hiába próbáljuk meg őket nevelni és tiszteletet tanítani. Nem fog menni, mert az az igazság, hogy egy bizonyos, tehát én, legalábbis ez az én tapasztalatom, egy bizonyos kor után én már tehetek akármit. Igen, én már csak egy kicsit finomítani tudom az egészet, de látni kell azt, hogy bizonyos szekerek már elmentek. Versenyzőket foglalkoztat tehát az akadémia, de itt az esélynél igaz Ildikó, hogy tulajdonképpen megszeretetni a sportágat, bevezetni a sportágba őket, megismertetni, és aztán utána majd kiderül, mert nem is biztos, hogy ugye mindenkiből versenyző lesz, sőt, nem is biztos, hogy cél, ugye? Abszolút, így van. Sőt, mondják is, tehát ők kifejezetten mondják nekünk, hogy nem szeretnék versenyezni, hogy én nem szeretnék kiállni senki ellen. Én itt ide járok edzeni, de én nem akarok részt venni, vannak ilyen úgynevezett pofonpartik, ahol még nem leigazolt versenyzők különböző egyesületekből találkoznak egymással, és hát kipróbálhatják magukat egy ismeretlen ellenféllel szemben, és van, aki ettől is mereven elzárkózik, és ezt mi respektáljuk, és hát természetes, nem azért, mi nem akarunk itt kinevelni, nem tudom milyen nagyon ügyes, okos és fantasztikus boxoló gyerekeket, hanem azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, hogy élvezzék, amit csinálnak. És erre ott van lehetőségük. Pontosan. És sokat találkozom velük én is, és sokat beszélgetünk, és egy nagyon jó nexus van közöttünk, mindenkivel tekeződünk, és keblemre. Akkor mégiscsak arról van szó, amit mi már ugye a legutóbbi beszélgetésünk kapcsán, egy rövid interjú kapcsán megbeszéltünk, közösségformálás. Hát egy nagyon-nagyon fontos szempont a mai világban, hogy közösséget építeni, közösséget összehozni, és ez tipikusan az, amikor oda ellátogattam, hogy abszolút lehetett érzékelni azt a légkört. Még egy dologra, még azért a beszélgetésük vége felé azért felhívnám a figyelmet, hogy nyilvánvalóan azt tudják, hogy hát gyerekekkel foglalkozik, de klasszikusan edző is, vagy már több hónapja, hiszen Bedák Zsolt, hogy pehelysúlyú Európa-bajnokságot szerzett, ahol neked komoly között, mert gyakorlatilag te készítetted föl, már nem is tudom hány hónap ezelőtt kezdtek együtt a munkát, ugye? Tulajdonképpen most már több mint egy éve. Több mint egy éve már? Több mint egy éve dolgozunk együtt. Ez volt a harmadik mérkőzése a Zsoltinak, amire én készítettem föl. Nagyon komoly tapasztalatszerzéseim vannak vele kapcsolatban, és ezért is nyilván nagyon jó vele együtt dolgozni, meg azért is, mert egy hihetetlen alázatos, szorgalmas gyerek, aki maradéktalanul megteszi azt, amit én kérek tőle. Néha alkudozik, visszakérdez, és meg én akkor elmondom neki. Amikor azt mondja, te Zsolti, csináljunk csak ennyit? Nem. De van, amikor engedek, mert van, amikor azt látom, hogy arra van szükség, hogy most egy kicsit jobb feltöltődjön. Azzal köszönöm meg a beszélgetést, azt, hogy elfáradtak ide, hogy vállaltad a beszélgetést is, remélhetőleg sikerült egy kis meglepetést is neked is szeretni, meg a közönségnek is, de Ildikóhoz fordulva, hogy arról beszélt most Zsolt, egy másik Zsolttal kapcsolatosan, a Bedák Zsoltival, aki Kisbehely is úgyban, ugye profi, Európa bajnok lett Szentesen, hogy hát van benne alázat és van remény.
Ez mondható el akkor a testvéréről is? Pontosan ez forgott a fejemben, amikor kimondta ezt a szót, hogy alázat, hogy ez kulcs, abszolút kulcs, minden nap bármihez nyúlunk, bármit csinálunk. És amikor az egyesületi gyerekekre gondolok, akkor is rögtön ez ugrik be, hogy ezek a gyerekek alázattal jönnek, tisztelettel, és nem megalázkodva, hanem igen, hogy tudnak csöndben lenni, és figyelni, és meghallani dolgokat. És azokkal az emberekkel kell küzdeni, és az a nehéz szerintem a pedagógusi pályában, mert most már szerintem mind a ketten erre a pályára léptünk, hogy azokkal az emberekkel foglalkozni nehéz, akikben nincsen ez az alázat. És aki például nem jár edzésre, csak minden másodikra, vagy nem úgy hallgatod, vagy nem úgy figyelod, vagy félváról veszi, mert nincs az a várakozás, az alázat, ami kellene. És ő benne 1000%-osan megvan. Mindig, minden nap, mindenkivel kapcsolatban. Sokan állítják, hogy elmúlt már az a világ, hogy legyenek hőseink Magyarországon, legyenek olyan emberek, közéleti emberek, művész emberek, sportolók, akire föl lehet nézni. Én köszönöm a Jóistennek, köszönöm az életnek, hogy most olyan emberekkel beszélgethettünk. Olyan embert ismerhettünk meg kicsit közelebbről Erdei Madár Zsoltban, Erdei Ildikóban, a testvérében, akik kellő alázattal, szeretettel viseltetnek a gyerekek iránt és az egész közösség iránt, ahol élnek itt a magyar földön, Újpesten, Folton. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, Erdei Ildikó, Erdei Madár Zsolt, Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bronzérmes, magyar köztársasági érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett sportoló, Csík Ferenc díjas, és még sorolhatnám a címeket, Prima Primissima díjas volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek. Köszönjük szépen.